Szeretettel köszöntök mindenkit Székesfehérváron. Köszönöm Péter, Réka, Attila és mások erőfeszítését, hogy ez létrejöhetett. Kezdjük a beszédünket egy olyan mantrával, amelyet legtöbbőtök már ismer. Ez az OM-NAM mantra, ez az univerzum a maga tisztaságában. Tehát tegyük össze egy a kezünket, nem muszáj, ha nem szeretnéd. És az OM-NAM mantrát hétszer elismételjük. Oh. Köszönöm szépen. Sokotok már látott YouTube előadást ezzel az arccal. Kérdezhetjük, hogy mi az újdonság? Ti vagytok az újdonság, hogy sokotokkal először találkozom személyesen. Először van módunk egymás személyben nézni, és a zent egy térben, egy időben tapasztalni. A zen koreaiul son, kínaiul chan, szaszkitul gyána. Ennek a tapasztalása igazi önvalónk tapasztalása. Amikor mi emberek megszületünk, nincs az élethez vagy hozzánk egy használati utasítás. Matyi, megszülettél, és melléd jött egy olyan használati utasítás, amivel Matyit megismerjük. Nem, Matyit megismerni sok év. És amíg Matyi megismeri a világot, az is sok-sok év. És ekközben látunk, hallunk, szagolunk, tapintunk, ízlelünk, gondolkodunk, felfedezzük a világot. Felfedezünk sok mindent. Felfedezzük azt, hogy ez a Föld ez nem jó vagy rossz hely, hanem a tudatunknak a pontos tükörképe. Ez a világ, beleértve a társadalmunkat, a családunkat, önmagunkat, olyan, amilyenné tesszük. Bármit ki megformálhatunk belőle. Ez a szabad megformálhatóság neveztetik ürességnek, azaz fix tulajdonságok nélküliségnek. Nagyon sok mindent magunkkal hozunk a lelkünkben, ezt hívjuk énnek. Viszont ezt az ént elképesztő mértékben lehet nevelni, alakítani, gyúrni, elvenni belőle és hozzátenni. És amikor rájövünk, hogy a világ mennyire mulandó, feltételhez kötött és tökéletlen, azaz befejezetlen, akkor először meglepődünk, hiszen az ember bizonyosságot keres, menedéket keres. Legalábbis a mulandóságtól egy idő után mindenki menedéket keres. A kötöttségektől, a feltételhez kötöttségtől szeretnénk nagyon sokszor megszabadulni. És rájövünk arra, hogy valami olyasmit akarunk, az örök létre vágyjal, a tökéletességre való vágyjal, a feltétel nélküli szabadságra való vágyjal, ami lehetetlen. Tehát mit tudunk elérni? Mi az, ami valójában jön velünk és mehet velünk? Mi az, ami nem csak a karmánk? És ekkor a realitás tudata, az illúziókba való felébredés, akármennyire is kellemetlennek vagy fájdalmasnak tűnik a legelején, Elkezd bennünket visszahozni arra a talajra, amely a tiszta megismerés, a tisztán látás és így az egyévállás folyamata. Az egyévállás és letisztulás útját nevezzük a felébredés útjának. Ezen az úton semmi más nem veszíthetünk el, csak az illúziók bilincseit és a téves nézetek láncait. Ekkor kezd egy picit a használati utasítás kiviláglani, nem úgy, hogy megmondja valaki nekünk, hogy miért vagyunk itt és mit kell csinálnunk, kiknek kell lennünk, hanem kezünkbe kapjuk a kulcsot, miután kikovácsoltuk magunkban, hogy megformáljuk a saját életünket, hogy tudjunk segíteni másokon, hogy megszűnjünk panaszkodni, kivetíteni, dühöngeni, csak vágyakozni, és ehelyett helyesen lássuk a helyzetünket, helyesen teremtsünk kapcsolatot, és helyesen cselekedjünk. Sákyamuni Butha és az utána következő pátriárkák nagyon sok tant hátrahagytak, ezt hívjuk úgy, hogy a 84 ezer szútra. De még valamit hátrahagytak, amely sokkal nehezebben hozható át, ezt hívjuk a gyakorlat folyamatosságának, a meditációs vonal átadásának. A zenben az első 28 generáció csak úgy, mint a Mahaján a bármely más ágában, a Shakyamuni buddha Buthától induló 28 generáció volt. És körülbelül ezer évvel a buddha után egy bodhidharma nevű nagyon-nagyon komoly, mély megvilágosodást elért mester Indiából Kínába vitte a tant. Kínában újraindult a pátriárkáknak a számozása, és Bodhidharma utána a hatodik pátriárka Hui Neng engedte meg először, hogy az átadási vonal a lineáris egy az egybe személytől személyig való átadás után így lejezőszerűen szétágazzon, és ő már nem egy embernek adta át a tant, hanem ötnek, és megvalósította a többszörös átadás intézményét. Huinengnek, azaz a hatodik pátriárkának köszönhetünk sok mindent, de az egyik legfontosabb kérdésünket, a mi ez kérdést bizony neki köszönhetjük. Az eredeti mondat így szólt, amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Még rövidebben, mi az igazi önvalód? Még rövidebben, mi az, ami benned lát, hall, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, érez, beszél, cselekszik? Mi az? Ez a látó, ez a vidja, a látás maga, mi ez? És még rövidebben, mi ez? Ha ezt a kérdést ide a tantiembe beleteszed, az energiádat befelé fordítod, és engeded a tudatot egyé válni, az spontán megerősödik és letisztul. Ledobja magáról azokat a felvett identitásokat, azokat a hamis önképeket, amelyek sosem voltak igazak, de ideig óráig működtek, mert energiát fektettél belük, mert hittél bennük. Egy idő után ezek az önképek borulnak, szakadnak, feloszlanak, és válsághelyzetben ezek az illúziók nem segítenek. Tehát én hihetek abban a névben, hogy víz. Abban a névben is hihetek, hogy aqua, meg water, meg passer, vagy ló. Ugye? De a sivatagban csak ez segít. Akárhogy nevezem. Nevezhetem bármilyen néven, maradhatok csendben, de ha nem tapasztalom magát a vízivást, akkor a sivatagban szomjahalok. Az ember is ilyen ezen a földön, nagyon sok névre és formára előfizetünk, de csak az igazi önvalónk tapasztalata hoz el valami olyasmit, amely stabil. Amiben meg lehet nyugodni, amire lehet támaszkodni, és ez csak ebben a pillanatban következhet el, mint tapasztalás. A gyémánc így szól, a múltra, jelenre és jövőre széttagolt tudat nem érheti el a felébredést. Ezért van a pillanaton akkora hangsúly, hogy megismerjük azokat a valódi törvényszerűségeket, amelyek szerint mi emberek és ez a világ működünk. Ezt a törvényt hívják darmának. A megvilágosodott, aki ráébred erre a törvényre, azt hívjuk buthának, és a gyakorlók közösségét, akik együtt tesznek erőfeszítést azért, hogy ezt elérjük, azt hívjuk szangának. Így ez a három együtt, a három kincs, vagy a három legértékesebb, vagy ahogy én szeretem ugye idézni a keleti tant, a három menedék. Mert amikor az ember megkavarodik a saját illúziói miatt, a saját tévedései miatt, akkor kiben, miben lehet menedéket? Akkor kell valaki, aki taníthatja, valami, amit elsajátíthat, mint törvény, mint működés, és egy olyan közeg, egy olyan társaság, amely a befogadásával és a közös gyakorlattal segít az egyénnek az útat megtalálni és az úton járni. Tehát nincs használati utasítás, de törvények vannak. Ezeket meg lehet ismerni, egyé lehet vele válni, és amennyire egyé válunk a darmával, annyira kevéssé termelünk szenvedést. Annyival kevesebb hibát követünk el. A buddha a négy nemes igazsággal kezdte a tanítását, a szenvedés tényét, okát, megszüntetését és a megszüntetés útját tanította. Erre azért volt szükség, mert azt nagyjából mindenki tudja, hogy mi a boldogság, mi a szeretet, és ezeket a pozitív fogalmakat jó, hogyha mi dolgozzuk ki. Az ember nagyon megjósolható lény, boldogságot keres és szenvedést kerül. De mivel folyamatosan belefutunk ugyanazokba a mintázatokba, életről életre, generációról generációra, családról családra, társadalomról társadalomra, ezek a mintázatok nemhogy nem tökéletesek, hanem újra és újra kitermelik a szenvedést, mint hogyha, mint emberiség nem tudnánk tanulni semmiből. A saját kárunkon sem. Tehát mi az, ami felébreszt? Mi az, ami megmutatja a világ és magunk valódi működését? És sajnos a szenvedés ebből a szempontból elkerülhetetlen. Nem csak a négy nagy születés, öregség, betegség, halál, hanem a négy kicsi is olyan dolgok elvesztése, amelyet meg szeretnél tartani, olyan dolgok megkapása, amelyeket nem szeretnél megkapni, fejléces levelek, térti Olyan emberek társasága, akikkel nem szívesen vagy egy térben, és elveszteni olyan emberek társaságát, akivel több időt szeretnél együtt tölteni. Ez a négy kisebb. Ha megnézzük csak a belátható történelmi múltunkat, mi emberek valahogy ezen a bolygón nem találjuk meg rögtön a tennivalónkat, sőt, még a helyes viszonyulást sem találjuk meg a természeti környezetünkhöz. És úgy tűnik, hogy minél többen vagyunk, annál nagyobb kárt csinálunk. És ebből egyetlen egy pozitív, vagy kevés szenvedést teremtő kiút van, ezt úgy hívjuk, hogy tanulás, megismerés és megvilágosodás. A tanulás az az első, mindenkinek szüksége van rá. A megismerés az már bizony könyvfüggetlen, az már egy közvetlenebb dolog, de még mindig tárgyas. Nagyon sok tárgyon keresztül kell menni ahhoz, hogy kellő ismeretanyagot szerezzünk, és a tudásból bölcsesség legyen. De a meghaladó bölcsesség az a megvilágosodás maga. Na most, ha felébredettebb tudattal élünk, akkor a tudatminőségünk javul. Tisztábban látunk, tisztábban hallunk, tisztábban gondolkodunk, érzünk, beszélünk, cselekszünk, és így kevesebb hibát követünk el, és kevesebb szenvedést termelünk magunknak és másoknak. De ha ez a tudatminőség nem javul, és továbbra is azt csináljuk, amit eddig, magunkkal, Egymással, a természeti környezettel, akkor viszont a számunk fog csökkenni. Amikor az emberek nem tudják kezelni a karmájukat, akkor háborút indítanak. Amikor nem tudják kezelni az identitásukat, akkor vagy kapzsiság, vagy harag szabadul el. És a jelenlegi helyzetben, ezzel a tudatminőséggel, amiben mi itt, mint 7, majdnem 3 milliárd ember van a bolygón, nem férünk össze. Egyre több problémát gyártunk le, és egyre rosszabb a kollektív tudatminőség. Ezt lehet látni a hírekben is, és lehet tapasztalni mindenhol. Mégis nem a nagy tömegnél kell kezdeni, hanem magunkon kell kezdeni. Tehát, hogyha valaki javítani akar ezen az egészen, nem utogasson senkire. Ne panaszkodjon senkinek, ne ítélkezzen semmi fölött és senki fölött, még maga fölött sem. A legfontosabb mozdulat az, hogy befelé fordítod az energiádat, és elkezdesz tisztán látni. Megkérdezed, hogy mi ez? Mi ez, ami bennem lát, hal, szagol, tapint, ízlel, és a többi? Ez bizony olyan, mint amikor a tükröt végre egyszer elkezdem tisztítani a fürdőszobában vagy hogyha fényképezőgéped van, a szenzort végre elkezdem tisztogatni a sok-sok rárakódott porszemcsétől. Enélkül a tisztánlátás nélkül nem megy. Ez az az alapminőség, amely mulhatatlanul szükséges ahhoz, hogy tisztán Ha a kör nem tiszta, akkor az elétett egyetlen egy tárgy felfogása sem tiszta. Ha a szenzor nem portalan, akkor akármilyen optikát teszek a gépre, a kép nem lesz helyes, nem lesz valósághű. És ezért magunkon kell kezdeni. A meditációs gyakorlat a zenben rendkívül egyszerű. Semmiféle bonyolult rendszer nem kell hozzá, csak befektetett munka. Azt tudjuk, hogy a járművet néha el kell vinni az autómosóba. Azt tudjuk, hogy magunkat így testileg néha be kell vinni a fürdőszobába, hogy társadalmilag összeférhetők legyünk. De az, hogy a tudatunkat is tisztogatni kellene egy kicsit, az már a használati utasításban, amely nem volt ott a szülőszobán, ugye nincs benne. Én ezért kell egy picit magunkat megismerni, amely nem egy öncélú lárpurlár lár dolog. Ezzel segíthetünk magunknak és másoknak a legtöbbet. És onnantól kezdve helyesebben ismerjük fel, hogy pontosan milyen helyzetben vagyunk, mi a kapcsolatunk, és mi a teendőnk. Hát a spirituális úton a leegyszerűsödés és letisztulás jellemző, sokkal inkább sem, mint hogy egy újabb réteget kezd magadra valamilyen ezoterikus masszából, a kis spirituális glettvasaddal hogy betömjed a karaktered réseit, és a személyiséged repedéseit. Na ez az, ami nincs. Amikor az egységet tapasztalod, amikor a tudat kellőképpen letisztult, akkor megszűnsz azonosulni a gondolataiddal, de teljes felelősséggel gondolkodsz. Megszűnsz azonosulni az érzelmeiddel, de teljes felelősséggel gyakorlod az érzelmeidet, és bocsátod ki a világra. Itt nyugaton a szabadság és a felelősség nagyon elválik egymástól. Keleten a klasszikus nagy három szellemi vonalatban, taoizmus, buddhizmus, konfucianizmus, a szabadság és felelősség fogalma nem válik el egymástól. A keletieknek a mai napig a klasszikus műveltségük birtokában természetesen furcsa és érthetetlen, ahogy a nyugat az egyénről, a szabadságról, az egyenlősségről és a testvériségről gondolkodik. Ezekről kell gondolkodnunk, és ezeknek a fogalmaknak helye van, ezekre a fogalmakra szükség van. De a helyes értelmezésükre még inkább szükség lenne azért, hogy az idealizmus birtokában és az optimizmus tüzétől égve romboljuk le ezt a világot és egymást. Az egyévállás tehát egy tiszta realisztikus gondolkodástól, abszolút érvényű nézetektől mentes tudat. Amikor ez egy picit is a tapasztalati valóságunk részévé válik, akkor elkezdhetjük ezt a lényeget használni. Ennek a lényegnek, a tiszta önvalónak a működése az intuíció. Ekkor már a tudat mozdul, de úgy, hogy igazi önvalójától nem távolodik el. Az a fajta működés, amely ebben a nem mozduló, tiszta tudatban gyökeredzik, ezt hívjuk nem cselekvő cselekvésnek amely egy kicsit félreérthető, azt mondom, a nem mozduló tudattal való műveletek elvégzésének. Tehát úgy látsz, hogy teljesen jó látsz, de nem ragaszkodsz ahhoz, és nem azonosulsz azzal, amit észreveszel. Ugyanez a fizikai cselekvésre, a beszédre, a gondolatokra és az érzelmekre. Teljesen jól látod, látod a saját teremtő mozdulatodat, látod, hogy hogy tartod fönn a karmádat, és azt is, hogy hogyan veszed el. De egy pillanatig nem azonosulsz vele, ahogy a csokigyár sem azonosul a csokoládéval, csak felelősség teljesen legyártja, forgalmazza, és hogyha nagyon-nagyon profi csokigyár, akkor a csomagoló anyagot visszaforgatja a termelési körforgásba. Tehát ez a lebontás és visszaforgatás, így válik a kör teljesen. Tehát mi emberek felelősek vagyunk magunkért, másokért és ezért a világért, erre néha-néha szerencsés történelmi korszakokban ráérzünk, de még akkor sem tudjuk biztosan, hogy hogyan lehetne ezt gyakorolni. És az az út, amely a megismerés, megvilágosodás és a másoknak való segítség útja, ez a mahajána, buddhizmus és így a zen útja is, segíthet nekünk ebben. Úgyhogy ha most valakinek van olyan kérdése, amelyben én segíthetek a válaszsal, akkor azt bátran tegye föl. A kérdésem az az lenne, hogy a zenbutizmusban mekkora a szerepe a, a tanítónak. Úgy értem, hogy, hogy mondjuk a fejlődésben okoz-e törést, hogyha, hogyha az ember egy idő után, mondjuk sok év után egy másik tanítóhoz áll át, vagy... Vagy változtatta? Ez attól Egyet. függ, hogy hogy hagyod el az előző tanítót, és hogyan csatlakozol az újhoz. Oldások és kötések azok nem csak magyar filmekben vannak, hanem az buddhizmusban is. Az elején ugye válogatunk, és az teljesen normális, hogy válogatunk. Mindenki a ugye, szellemi bevásárlóközpontban nézegeti a polcokat. És a fényesebb, nagyobb kalóriaértékű, gyors, lefolyású szellemiséget szeretné elsajátítani, hazavinni, megfőzni. És aztán rájön, hogy ez így nem megy. Tehát egy párat kipróbált, aztán garanciába visszavitte, levásárolja. És amikor már egy kicsikét komolyabban választ, akkor rájön, hogy bizony a nyersanyagot kell csak megvenni, és otthon majd megfőzöd. Igen, ám, csak ahhoz kell egy mesterszakács. Na, itt jön be a tanító szerepe. Tehát már rájössz, hogy dolgozni kell vele, és nem lehet kész termékként leemelni jó kis fogyasztói modorban, ugye? és akkor meg akarod csinálni. Végre, végre rászántad magad, hogy kreatív leszel, és összerakod. Akkor viszont kell valaki, aki ezt csinálja már 20-30-40 éve, és valamilyen hagyományvonalnak a tagja. Nem árt, ha kapott felhatalmazást arra, hogy csinálja ezt a tevékenységet. És a lényeg az, hogy amikor ez a személy belép az akkor érted azt, hogy megvan-e az a közös karma, korjaul inyon, mely közös karma elengedhetetlen ahhoz, hogy te bízz abban a tanítóban, és elfogad tőle a tanítást, a tanító pedig optimista legyen, és az összes maradvány karmád a elfogadjon téged, mint tanítvány. Az se könnyű kenyér. Úgyhogy amikor ez bekövetkezik, akkor elindul egy komoly tanítási folyamat, és tanulási folyamat kölcsönösen. Tehát nehogy azt hitt, hogy ez csak egy irányú, téged is tanul a tanító, hogy jobban taníthasson. Te pedig alkalmazkodsz a tanítóhoz az összes rigoljáival együtt. A mahajánában így kétféle átadási vonal van. Az egyik a India, Nepál, Bután, Tibet, kicsit Mongólia, a másik pedig a Kína, Korea, Japán. Egyszerűsítve. Az előbbi, a Nepál-Tibeti vonal az erősen Váda, tehát egy olyan út, váda, ahol a guru meghatároz mindent. Itt személyes függés áll fönt a tanítótól. Nézd meg a tibetiek guru jogáját. Van ennek is oka, és akinek a személyisége ezt jobban szereti, csinálja ezt. Ahol én nevelkedtem szellemileg, az a konfuciánus hagyomány és a buddhizmus-tarizmus együtt, ez jellemzi a kínai, koreai, japán kultúrkört. És itt nem guru, hanem mester van. A mester kezdettől fogva arra tanít téged, hogy képes vagy a megvilágosodás elérésére, mert ugyanolyan a buddha természeted, mint bárki másé. Csak a mester kicsit jobban felébredt rá, míg te még az út elején vagy. Ennek nagyon jó reprezentációja a tíz bika történet. Ha ezt megnézed, avagy meghallgatod, Kiviláglik, hogy az önállóságodat a kezdet kezdetétől már emeli a tanítód, de a véleményeidet azt vágja lefele. Tehát ami benned illúzió és vélemény, azt vágja, és ami benned a helyes szándék, a helyes erőkifejtés, a helyes elmélyedés, lásd, nemes nyolcét ősvény, a felébredés felé azt erősíti. De nem veszi el az önállóságodat, nem mondja, hogy helyetted ő bármit megtehet, a személyes szabadságodat, döntésképességedet soha nem sajátítja el, mert egyszer nem tudna vele mit kezdeni. Vannak olyan történetek, amelyeket úgy idéz. Az egyik az, amikor egy tanítvány nagyon-nagyon szeretne zen tanulni, és azt mondja, hogy Mester Mester, tényleg taníts. Mindent megteszek. Azt mondja a Mester, hm, nem, nem. Ha mindent megteszel, az is kevés, a tanításom túl drága. Azt mondja, hogy nem, nem, nem. Nem csak mindent megteszek, minden vagyonomat neked adom. Minden földemet, házamat, mindent, ami van, ide teszem a lábad elé. Azt mondja a mester, anyagi dolgok szellemiekért teljesen érdektelen. A tanításom ennél sokkal drágább. Erre azt mondja a tanítvány, a szolgád leszek. Mindenben segítelek, csak kérlek, tanítsd a tant. Erre azt mondja a mester, nem, nem, a tanításom még ennél is drágább. Erre a tanítvány kétségbe se... neked adom a tudatomat, testemet, lelkemet, mindent, a tudatomnak a legmélyét, azt mondja a mester. A tudatod egy veder bűzlő szemét. Semmi hasznom nincs vele. Mit kezdjek ezzel? A tanításom ennél sokkal, de sokkal drágább. A tanítvány kicsikét úgy megmérged, elmegy, három év múlva visszajön. Azt mondja, az ég kék, a fűzöld. Erre a mester azt mondja, nem, nem, a tanításom még ennél is sokkal drágább. Erre a tanítvány megint elmegy, most öt év telik el, keményen gyakorol. Aztán a visszajön, és azt mondja, a tus fekete, a papír fehér, és az ecset festi a tintát a papírra. Erre a mester azt mondja, a tanításom még ennél is drágább. Erre a tanítvány már nagyon megmérged, eltelt 8-10 év, azt mondja, nem érdekel, már megvan a tanításod, megyek kirongyol a teremből, és amikor az ajtón van a keze, utána szól a mester, ne veszítsd el a tanításomat. Ez egy kicsit ez a ridegen tartott, és nem az ölelgetett változata. Ezt így Európában egy az egyben azért nem játsszuk el, mert nagyon kevés tanítványunk lenne, úgyhogy közben a végül is kötelességünk lenne tanítani, hiszen felvállaltuk ezt, ez nem király többes, többen vagyunk szerencsére, akik viszik a zen vonalát ezt egy csomó olyan európai emberi és társadalmi szokással kell ötvöznünk, amely kicsikét emészthetőbbé teszi ezt. De mindemellett a tanítvány autonómiáját, önállóságát nem károsítjuk, semmi módon nem veszük el. Ez azért fontos, mert a buddha természetről szóló tanítás szöges ellentéte lenne az, hogyha elhitetném veled, hogy tőlem függ a megvilágosodásod. Senkitől nem függ de nagyon sokan segíthetnek, és az egyik szakértő, rutinos segítő lehet a tanítód. Ezért érdemes néha ráhallgatni. Még akkor is, hogyha néha egy kicsikét így ridegen tart. Én nekem nincs olyan tervem, hogy szerzetes legyek, vagy elvonuljak a világtól. Szóval azért van család, karrier, ilyesmi. És borzasztó nehéz valahogy egyeztetni a kettőt. Tehát vagy, úgy érzem néha, hogy vagy az egyikre, vagy a másikra fókuszálok. Tehát vagy egy szellemi útra, vagy a többire. Szóval, hogy mi az a, szóval, hogy mondjam, tehát, tehát ö, hogyan tudnám ezt a kettőt valahogy valahogy összehozni, mert egy borzasztó káosz keletkezik a fejembe, és így elvesztem mind a kettőt. Azt a tüzet, amit szépen homloktákon itt fönn van nálad, szépen lassan a lélegzeteddel napi kétszer, fél óra, aztán kétszer, egy órán keresztül vezéred le ide a tantiembe. Te ne gondolkodjál szerzetesben, világiban, te sem felesleges. Megvan a családi helyzeted. Apuka vagy? Igen. Hányszoros? Egy. Szerintem ne állj meg itt, mert nagyon fontos tanító a gyerek. Tehát nyugodtan még gyártsál, mennyit szeretnél, De ha az egyből már tanulsz, akkor egy csomó mindenre rájössz. Nem kell kilépned az otthonból, csak a saját tudati, lelki komfortzónádból lépjél ki, mielőtt a gyerek kirobbant onnan. Az a dolga, ki fog. Tehát az kellene, hogy hogyan lehetsz jobb apa, hogyan lehetsz jobb férj, hogyan látod tisztábban mondjuk a feleségeddel való viszonyt, hogyan látod tisztábban a gyermekneveléssel kapcsolatos feladatokat. Már rég nem arról szól a történet, hogy két életforma között kellene válogatni, amikor te a ott voltál, aláírtad, ez egy jó darabig szünetel, mondjuk egy olyan alsóan 20-30 évre. Tehát egy, elvált egy projektet. Megszületett a gyerek, az egy olyan 20-25 éves komoly terv. Ennek a tervnek vannak fázisai, és most hanyadik 5 terve vagy? Most lesz 5 éves majd Akkor október, most végződik az éves. első 5 éves terv, és utána jön a második 5 éves terv, ez az, az ötödik előtt nem fog megállni, aztán kirepül. Tehát azt kell most keresned, hogy hogyan tudnád ezt szellemileg jobban csinálni. Hogyan lehetnél minőségibb apuka, fér és a többi. Ehhez az engyakorlat nagyon komolyan besegít. Miért? Akik ezt kihozták a kolostor falai közül, együttérzéstől és bölcsességtől áthatva adaptálták ezt világi környezetre is. Ezért tanítjuk azt a technikát, azokat a módszereket, amelyek világiaknak is maximálisan alkalmasak. Úgyhogy egyszer eljössz egy meditációs tanításra, elsajátítod és viszed tovább. Uh, szóval egy, 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 egy beszédben elhangzott ez, hogy, hogyha tehát valaki mondjuk mantrákat gyakorol, az nagyon jó, és nem lehet túladagolni egészen addig, amíg föl nem megy ide. És hát ezt nagyon jól megláthatod, hogy nekem igen, csak fölment így a fejembe a... Hát ez azért különösebb jó tehetség nem kell te. Tehát, tehát ez ilyen kassa, meg zembort nélkül is elég jól lehet látni, de folytasd. Szóval, és az a kérdésem, hogy igazából hogy lehet azt így... Tehát mi a legjobb módszer arra, hogy én ezt levigyem, mert nekem igen, csak Tehát... Leborulás. Leborulás. Leborulás, igen helyesen elvégzett zen stílusú leborulás, az segít abban, hogy ez a mikrokozmikus energia kör kitisztuljon, és itt a test előlapján menjen lefele az energia, ellentétben azzal a felfelé szálló csível, kurszági, szépen följön, és túladagolt változatában szívinfarktust, agyvérzést, egyéb ilyen tollulásokat szoktunk kapni tőle. Amikor a válsághelyzet üt, akkor nincs időt gondolkodni. Tehát olyan elképesztő információ tömeg sokkolja a testet, hogy ha azt energetikailag nem fogod meg, akkor bőszült nagy károkat tud csinálni a szervrendszerben. Tehát jó a szokást előtte beépíteni. Ez napi 108 leborulással kezdődik, utána megérzed az ízét 200, utána még jobban esik 300, és ugye napi 400-al az éma el leszel. Tehát 200 reggel, 200 este. Te gyakorlatilag tegyem nem. ezt a gyakorlásom középponti... Nem, 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 nem. A középponti helyzet az a család. Tehát a férfi kimegy, vadászik, meglövi, hazahozza a vadat, anyuka elkészíti és visszaosztja a családnak. Ezt kell tenned. Ehhez a gyakorlat csak segédeszköz. Tehát nincs olyan, hogy anyukám, gyakorlok, hagyjál békén. Nem. Felkelsz előbb, lefekszel később, és a család élet intakt marad, Az nem alibi. Vigyázzunk! Világos, világos. Egy kicsit más, de ez is egy olyan, ami végig végigkísérte az elmúlt két évtizedet az életében, életemben, csak nem. Hogy akinek mondjuk így káros szenvedélyei vannak, és így tartósan nem tud megszabadulni tőlük, annak mondjuk milyen tanácsot adnál? Tehát itt sikerül néha kisebb, rövidebb, hosszabb időre, de igazából tartósan nincs meg az a változás, ami ugye egy olyan, ahhoz kell. Két intézményt kell meglátogatni, az egyik egy detox. Tehát egy olyan rehab detox, a helyzet, azt hiszem, de. hogy ahol a kemény esetek vannak. Nem csak felmossák a padlóról, hanem mondjuk bentlakásos fizikai és lelki tisztítás van az ilyen detoxokban. Magyarországon egyre kevesebb ilyen van, de van még bőven. A másik pedig egy börtön. Az azért fontos, mert hogyha valaki úgy éppen marad a sok-sok káros szenvedélyével, akkor olyan tudatvesztés állhat be, hogy nem látja pontosan, hogy mit csinál, és a karmáját robotszerűen követi. És ez akkor a bűnelkövetéstől kezdve a közlekedési baleset okozásáig egy csomó mindennel járhat, és az nagyon-nagyon építő, amikor mondjuk az ember egy ilyen magyar szupermaxba bemegy, és látja, hogy ott mi módon léteznek a fogvatartottak. Úgyhogy ennek komoly nevelő hatása van. Ugyanis ki kell jönni abból a már nem komfortzónából, amelyben elkövetjük ezeket a szenvedélyhez köthető cselekedeteket. A buddha az általános életviteléből utazott ki 28 éves korában, addig rejtegette a puka palotában, hogy ne lássa a realitást. Hát ez az utazás, mint terápia, ez nem az én ötletem, ez buddhával megtörtént. És mindenkivel megtörténik, aki a saját kultúrzónáját elhagyja. És hirtelen ráébred, hogy bizony van másféle világélmény, van másféle tapasztalat, mint az övé. Amikor a butha látta az öregséget, betegséget, halált, és utána egy jogit valahogy a fa alatt, akkor átfordult benne egy csomó minden. És erre az átkattanása nekünk nagyon nagy szükségünk van, mert a fogyasztói társadalommal semmi baj nincs addig igaz, egy része egy nagyobb egésznek. De ha csak egy öncélú valamivé válik, és megálltunk a materiális és érzékszervisséknál, na az ölbutít és nyomorba dönt. Semmi baj az, hogy kiépítettünk ilyen gyönyörűséges infrastruktúrát, technikát, hírközlést, intézményrendszereket, semmi gond. Mit szolgálnak ezek? Kit szolgálnak ezek? Van-e náluk magasabb cél, vagy csak öncélúan léteznek és nyelik az adóforintokat? Na, ez nem mindegy. Az ember életében ugyanez. Mit szolgálnak a gondolataid? Mit szolgálnak az érzelmeid? Hová irányulnak a szavaid? Miért cselekszel? Ezek azok a kérdések, amik úgy három éves korban megjelennek, és mire a kölyök sérdüléssel végez, ez egy plusz tíz év, 13-14 éves korában, úgy, addigra már elnyomtuk. Addigra már nem tudtunk választ adni nekik, és beérte pótszerekkel. És amikor pótszerekkel érjük be a valódi válaszok helyett, az a szenvedélybetegségnek a magva, mert a szenvedély, a megismerés tüze, a vágy tüze, az hajt minket előre, és az téteti föl a kérdéseket. De ha nem kapunk megfelelő választ, akkor lenyomjuk a kérdést a tudattalamba, lenyomjuk az impulzust és így abból indulat lesz, az indulatból szenvedély, és a szenvedélyből energia helyett betegség. Tehát nagyon nem mindegy, hogy a 238-as uránból atombombát vagy atomerőművet csinálunk. Ugyanaz a hasadó anyag, ez a karmánk. Hogy használjuk fel? Na ez teljesen rajtunk múlik. De égünk a tűzben, égünk a mulandóság tüzében. Égünk a vágy tüzében, égünk a harag tüzében. Mit teszünk ezzel? Tehát ezt a tüzet át lehet alakítani, át lehet transformálni valami ölsművé, amelyek a végeredménye a darma fénye lesz. Ezt hívják ellobbanásnak, mikor ezek a karmák ellobbannak. De ha rabjai leszünk ezeknek a karmáknak, akkor a szenvedélyből betegség lesz. Nem lehet szenvedély nélkül élni. Nem lehet energia nélkül élni? Nem lehet érzelmek, gondolatok, vágyak, cselekedetek, szavak nélkül élni? De ezek milyen irányba mennek, mit szolgálnak, azonosulunk-e velük vagy sem? feláldozzuk -e ezeket valami nagyobb oltárán vagy sem? Ez nem mindegy. Leborulás 400 naponta. Egyéb kérdés. Köszönöm szépen. Szívesen. A mester és a szanga kapcsolatában szeretnék egy dolgot, hogy a Mester felelősséget ér ez a szangatagja iránt. És amikor megjelenik egy új ember, vagy egy új jelentkező, aki valamiért nem illik bele ebbe a közösségbe, akkor mondhatja a mester azt, hogy keres egy másik szangát, mert ez nem a te szangát, hogy nem neked jó. Lehetséges ilyesmi de hogyha tényleg a mester türelmes, akkor megvárja, amíg ez beilleszkedés hiánya, ugye, mindenki számára nyilvánvalóvá válik. Amíg a jelentkező is ezt látja, és levonhatja a tanulságot. Erre csak akkor nincs idő, hogyha a jelentkező, az új szangatagjelölt, folyamatosan hibákat követel és nem megfelelően viszonyul főleg a szangatagokhoz, vagy ahhoz a helyhez, ahol van. Ekkor a mester türelme az egy kicsikét korlátosabb lesz, és rövidebb ideig tűri, nem maga miatt, mert hogyha nem a mester a legtoleránsabb az egészben, akkor már ott baj van. De ez a tolerancia nem vakság, nem naivitás, nem sebezhetőség, nem hiszékenység, ezekkel nem keverhető össze. Ez, hát, hogyha valaki tartósan belül más irányba megy, mint amerre a szanga egészen, előbb-utóbb észrevesz, hogy nincs ott keresni valója. Ha valaki ezt így szépen belül végigjátsza a gyakorlat tapasztalatával, a tanítóval való kapcsolattartással, akkor ez egy nagyon termékeny és gyönyörű tisztázó élmény lehet. Tehát semmi baj nincs az, hogyha valaki egy időt tölt szangában, hogyha nem illeszkedett be, akkor megy egy másikba, vagy egy harmadikba. Lehet valaki a szangjának úgy a tagja, hogy nem illeszkedett be, kicsit távolra. Úgyhogy ez a tanulási folyamatnak egy része. De amikor valaki tartósan, szándékosan károsítja a közösséget és annak a működését, akkor viszont lépni kell, és hogyha nem tanítható meg hamarabb sem, hogy föladja ezt a habitusát, akkor viszont meg kell kérni, hogy távozzon. Ez egyébként ritka. Tehát az a hozzáállás, hogy valaki a szellemi úton szeretne haladni, az egy csomó mindent előfeltételez. És mint az előfeltevések többsége, vagy igaz, vagy nem. De hogyha valaki helytelen hozzáállással lép be a szangába, az előbb-utóbb nagyon gyorsan kizuhan a gödör alján. Úgyhogy leg legtöbbször nem kell hozzányúlni, mert érzi, hogy nem ott van a helye. Következő kérdés ez nekem is lenne még, a visszaesésről. <laughs> Például most egy nagyotestem az előbb, de igen. Honnan? Uh, amikor a kényelmi zónádba visszaes. Végülis amit ő is kérdezett. De az nem talán. kellemetlen. Hát a kényelmi uh, zónában való visszaesés, ez egy kényelmes érzés, igen, nem? csak nem vezet. Mi de... a baj ezzel? Hát az, hogy... Uh, na, nem megyek bele. <laughs> hogy uh, többet gondoltál magadról, hmm. uh, mint amire képes voltál. Bizonyám, és éppen ezért ez a visszazuhanás a fejlődés részévé válhat, leporolod magadat, szépen összesöpröd az összetört önképet darabjait, és az elhatározás kohójában szépen újra a lényeggé formálod. És a bátorság tűzével visszaolvasztod elhatározássá. És szentül megfogadod, hogy nem egy újabb önképet gyártasz belőle, hanem az útnak a szegecsei lesznek. Tehát az úton elkopunk. Az úton önképet és illúziót veszítünk. A kényelmi zónába való visszazuhanás az nem rossz és nem jó, csak nem maradj meg benne. Az önsajnálattól lehetőleg tartózkodjunk, mert az méreg, az nem jó. Panaszkodástól ugyanígy tartózkodjunk. És a kényelmi zóna nem rossz, tehát nem kellemetlen az a az nagyjából egyszer-két méteres felület, ahol alszunk néha éjszaka. Csak reggel kellni, kell kelni, de nem maradunk ágyban. főke kell kelni, ki kell menni a házból, csinálni a dolgunkat, és hazajövünk. Tehát a kényelmi zónával sincsen így semmi baj, csak ne kössön, ne kössön, ne ragaszkodjunk hozzá. A jó adag bátorsággal, determinizmussal, egyébbel eh, szépen ki tudunk onnan lépni. Hát, ha eldöntötted, hogy onnan te kilépsz, megfelelő irányba, akkor azt meg tudod tenni, újra van önbizalmad, újra bátor vagy, és újra keresel valamit. Az ember kíváncsi? És a kíváncsiságát a kényelmi zónájában nem tudja kielégíteni? Köszönöm. Szívesen. Én azt szeretném kérdezni, nagyon sokszor tapasztalom, hogy az emberek nem vállalnak felelősséget saját tetteikért, és mindig másokra mutogatnak, hogy ez, ez miből fakad. Rövid távon működik, aztán jön a karmikus végrehajtó. Tehát ez, ez olyan, de a fal adja a másikat. De nyugodtan engedd el, aki másra mutogat és nem szeretne felét felelősséget vállalni, ezt úgy, úgy szoktuk hívni, hogy becsaptak, vagy hazudtak. És ezt egész nyugodtan engedd el, pada gyönyörű négy sorosai a buthának, hogy akinek a haragját te nem fogadod, mert nem reagálsz rá, annak a haragja előbb-utóbb visszajut saját magához. Ugyanez, ha valaki nem vállal felét felelősséget, előbb-utóbb olyan helyzetbe kerül, ahol magára hagyják. Akkor majd fontosabbak lesznek a kapcsolatok, akkor majd elkezd felelősséget vállalni, előtte nem. Igazából az a döntéshelyzet áll fönn, hogy te vagy -e a tanítója, vagy sem. Tehát meg tudod-e tanítani a felelősségvállalásra a te életeden, jelenléteden keresztül, vagy pedig a viszony nem olyan, hogy hallgatna rád, vagy úgy be tudná menni a fejébe ezzel. Ezt el kell dönteni. És hogyha nem, akkor engedd el. Hagyd a sorsával egyedül. Majd mások is ezt fogják tenni egy idő után. És akkor rájön. Az az igazság, hogy nagyon mélyre még nem ástam magam ebben a dologban, de nagyon szimpatikus, és szeretnék ezzel foglalkozni, mármint, hogy magam gyógyítását, segítségét és életét. De viszont van egy 33 éves fiam, tehát a leges-legesleg mélyebben éli az életét az én véleményem szerint. Az annyit jelent, hogy az életében szerintem 90%-ban Szomúság, gyötrelem, a legesleg rosszabb, amit el lehet mondani, éli az életét. Hol lakik? Velem. Ez a baj. Ezt tudom, csak azon dolgozom, vagy inkább lehet, hogy nem vagyok önálló, és olyan dolgot szeretnék, hogy megerősíti, hogy hogyan tegyem azt, hogy ne legyen velem. Én tudom, a, a normális gondolkodás, de én ezt nem tudom megtenni. Azt, hogy én kirúgjam a lak az otthonomban. Ó, nem kirúgni kell, hát nem teszünk, hát édes gyerekünk ilyet nem csinálunk. Hanem mit tegyek? Szerzel neki egy barátnőt. Ö, ez a az más... majd kiviszi. Ö, neki nem kell barátnő. És barát sem? Barát sem. Tehát értem. Na, ez érdekes. Is. Tehát, a... ha úgy megül anyuka szoknyáján ott a félszobában, és csak a komputeren kotlik, akkor át kell vezetni az internetet egy lakásba. Igen. Ahol van? Egy új lakásba. lakásba. Odaadni neki a kulcsot, és azt mondja, hogy mostantól kezdve itt fogsz lakni, itt lesz a komputered, és itt vannak a papírok. Te fizeted a bért. Szevasz. De ő akkor meghal. Ezt hiszed? Nem. Akkor fog életre kelni. Most halott akkor fog igazából élni. Akkor én, ha eldöntöm, hogy inkább önnek hiszem, mert mi voltunk pszichiáternél is, tehát font ö, orvosoknál ezzel kapcsolatban, ők meg pont az ellentétét mondják azt, hogy nem fog tudni megélni a lábán. Tehát annyira szörnyű már az ő idézőjelbe élete, hogyha ő most... Ahogy ön tanácsolta elmegy, akkor nem fog tudni élni. Vagy ez az én felelősségem, vagy ezzel mit tegyek, mint anya? Tehát érti, amit mondok? Hát bizony értem. Meg kellene különböztetni a ragaszkodást és az óvást, a szeretetet és a kötést. Mert ez még most benned egyben van. Az annyira jól csináltad, hogy a fiú csak ezt követi. Tehát az egyik legnagyobb paradoxon az életben, hogy óvó és féltő szeretettel vesszük körül a gyereket, hogy fel tudjon nőni, és a világ vihara, ugye, hamar el ne söpörje. De ezt az álványzatot, ezt a védelmet fokozatosan évről évre, főleg után le kell bontani. Ha nem, akkor a gyerek a befőttes üvegben ott megerjed, és kész, megromlik. Tehát le kell szépen bontani körülötte a falat, és nem egyből kitenni a nagybetűsbe, hanem szépen fokozatosan elindulni egy, azt mondom, három-hat hónapos átmeneten, hogy legyen önálló, keressen pénzt, legyen önálló lakása, és ezt tudom, hogy országunkban sosem volt különösebben könnyű. De rá kell nevelni, hogy meg tudja csinálni. Sőt, te egyre kevesebbet teszel az ő életért, mint materiális anyai támogató. Azért, mert ő ugyanerre képes, és az ő élet, az ő felelőssége, és az ő dolga. Egy nagyon nagy szó az, hogy szabadság. Különösen ugye ezt a fogalmat nagyon sokszor nullára írták az elmúlt száz évben annyiszor visszaéltek azzal a szó, hogy szabadság, és el se hisszük. De mégis a fiat szabadságát úgy tudod megadni, hogyha szépen, lassan leválasztod magadról. És egy külön élettérben fog ő élni. És el kell költöznie otthonról. Ez nem opció, ez már akció. Különben ez az élő halott állapot marad. Az ő életében. Igen és a tiédben is, mert te is szenvedsz tőle, csak még nem annyira, mint a fiad. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Azt szeretném megkérdezni, hogy az egyik előző darma beszédetben a karmát a bumeránkhoz hasonlítottad. Azt mondtad, hogy ez kisebb-nagyobb körökben visszatér hozzánk. De jól emlékszel rá, hallom. Igen. Látod, Akár... most egy visszatért hozzám, ez a darma beszéd bumerángja, nem mondja. A kérdésem az az volna, viszont hogyha felteszem a kérdést, hogy mi vagyok én, és rájövök, hogy dolgok pillanatnyi összessége, akkor ki vagy mi az, amihez a, ez a bizonyos bumeráng visszatér, ha bennem egyetlen egy állandó dolog van a tudat? Mi el? Ez a másik kérdés. Ha megmondod, hogy mi el, én megmondom, hogy mihez tér vissza. Aha. Köszönöm. Szívesen. Még egy kérdést feltennék. Persze. Mi a helyes segítség, illetve megtagadható-e a segítség? A helyes segítség az, ami az önállóságot nem veszi el, akár egzisztenciálisan, akár másképp fogalmazod, a felébredés és önállósodás, az emancipáció és a kreáció ugye útja. Tehát, hogy nagyobb szabadságot és nagyobb felelősséget kapjon a segítséged által az illető. Megtagadható a segítség akkor, hogyha nem hajlandó elfogadni, ha visszautasítja, ha rombol, stb., akkor viszont még több szenvedés kell. Tehát nem permanensen, örökre megtagadod a segítséget, hanem visszavonod addig, amíg az illető rá nem nyílik megint. Szóval azt szeretném megkérdezni, hogy arról szoktunk beszélgetni, hogy van az életünknek, az itt, itt levő mostani életünknek értelme és célja, és hogy van-e ehhez valami olyan segítség a te szemszögedből, hogy mi ez. Tehát elég, ha befele figyelek, elég, ha érzem, hogy mondjuk mire van késztetésem, körülbelül tudom az elveket, a segítést, a többit, és, és ennyi, és engedem magam a hullámokon, vagy esetleg van -e egy komolyabb, mélyebb technika? Van. Van. Ez érdekes. ezt ma este elmondom neked. Jó. <laughs> ez egy újabb kérdés. Megkérdezed, hogy mi a dolgom? Nem az, hogy mit akarok, nem az, hogy mit kell csinálnom, mi a dolgom? És olyan gyönyörűen rendet vág, pár hónap, és olyan hierarchia van belül, hogy csak úgy cseng. És akkor a fontossági sorrend beáll, hogy ez a legfontosabb, ez kevésbé, Harmadrangú, negyedrendű, érdektelen. És ez kell. Tehát olyan mértékben horizontális a kultúra, olyan mértékben felbontottuk nullákra és egyekre, hogy szinte minden döntés egyenértékűnek látszik, és ez nem így van. Találjuk meg a belső hierarchiát, találjuk meg azt, hogy mi van a temoszlop tetején, találjuk meg azt, hogy tényleg mi a dolgunk, és az elsődlegeset, a legfontosabbat kell csinálni. Általában a másod, harmad, negyed szintű az attól függ, az elsődlegestől függ. Azért van ez a hierarchia. Hogy merjük ezt felfedezni. És akkor leegyszerűsödik, letisztul. Az ember azt mondja, hogy felteszem magamnak ezt a kérdést, hogy mi a dolgom, és aztán bizonyára megjön a válasz. De van -e erre egy technika, hogy az a válasz valóban megjöjjön? Van. Ezt hívjuk koan gyakorlatnak, kicsikét magyarosan darma csörtének. És azért kell ezt a technikát alkalmazni, hogy a saját karmád ne pofázzon bele a folyamatba. És a koan gyakorlatok azért jók, mert csak tisztán intuit tudattal lehet kinyitni ezeket a kapukat, és ezáltal a tudat elsajátítja azt, hogy hogyan lehet tisztán viszonyulni, cselekedni, felismerni, anélkül, hogy a gondolkodási mintázataidat vagy az érzelmi berögződöttségeidet kövessed. És ekkor van az, hogy egy kóan szerű folyamaton megy végig a benső ugye, kérdés és válasz. És az ember meglátja, hogy nem szabad hozzányúlnia a válaszadás folyamatához. Csak fel kell tenni a kérdést, és engedjük, hogy a karma filmje kipörögi a tekercseket. Onnan tudod, hogy helyesen válaszoltad meg a kuant, hogy a kérdés mellé beköltözik a válasz, és nem mozdul el, akármit csinálsz. Beviszed az interjú szobába, és a tanító azt mondja, hogy helyes. És akkor megérzed, hogy ez a mechanizmus milyen. Ezért is tanítjuk, hogy szellemileg önálló légy. Meg tud különböztetni az intuitív, kognitív, emotív folyamatokat. És akkor a saját esetedben is, vagy esetleg mások esetében is, megfelelő kérdés, megfelelő válasz. Honnan tudod, úgy, hogy nem nyúlsz hozzá, nem akarsz, vagy gátolsz, de a kérdés mellé oda költözik a válasz, és akármennyit kérdezel, folyamatosan, szüntelenül nem mozdul el. Köszönöm. Üh, és ez milyen formában érhető el, vagy van egy könyv, vagy tanítások? A könyv az a lenyomat. Ez itt van, ezt meg lehet venni. De igazából az élő darma és az élő gyakorlat kell, ez innen 111 kilométerre északra az eredeti fénytemplomban elérhető, előjegyezhető, látogatható, és hogyha valaki szokást csinál belőle, az a darma gyakorlatát az életvitel részévé teszi. És ekkor lehet tisztának maradni és segíteni. Köszönöm. Szívesen. A kérdésem az volna, hogy Szunkszám Mesternek a Zeniránytője című könyvében, egyébként nem ilyen jó a memóriám, csak arra emlékszek ilyen jól, amire akarok, de euh, abban van, hogy ő említ, euh, na említést tesz egy euh, kígyó tudatállapotú nőről, ha jól emlékszem. Ez anyám? Na most euh, nálunk itt annyira nem sűrűn tapasztalom a kígyó tudatállapotot, viszont lómacska és kutya tudatállapotot elég sokat. De. A kérdés az, hogy mi a, a helyes hozzáállás ezekhez a tudatállapotokhoz. Érdemes ezekről beszélni, említést tenni, avagy ha nem, akkor meg legyen nyíj, ha meg mi a mi a u. Én nekem az a véleményem erről, hogy ha az illető szenvedettől a tudattól, tehát hogy bizony kevert identitás alakul ki, akkor meg kéne kérdezni, hogy teljes a kígyó azonos vagy, vagy különböző vagy teljes a macska, teljes a ló, azonos vagy különböző. És ezt muszáj, tehát ezt le kell tudni tisztázni, mert az a nő az elég magányos volt, és ezért alakulhat ki az én kicsi mert senki más sem nem volt, de így nem is lesz. Tehát vállalni mélységében egy emberi kapcsolatot az manapság a legnagyobb kihívás. Minden más kényelmesebbnek tűnik. Úgyhogy vállaljuk el egymást, de ez csak akkor sikerül, hogyha vállaljuk magunkat is. Tehát, hogyha nem ismerjük meg önmagunkat, és nem vállaljuk föl azt a karaktert, azt a karmát, amit idehoztunk, akkor nem tudunk másokhoz kapcsolódni, csak valami könnyebb út lesz. Például Koreában olyan 5-6 évvel ezelőttig alig láttál a városokban kutyát sétálni. Egyszerűen más csináltak a kutyával, nem sétáltatták. Most már rengeteg ilyen ölebb van. Ahogy individualizálódik a társadalom, úgy szépen egyre inkább keressük a pótszert. És nem az állattartás a probléma, hanem ami helyett csináljuk ezt. És ezért kell egy picikét ezt megkülönböztetni, és belevágni a kérdésnek a pengéjét, hogy kicsikét hasadjon le róla az az identitás, amit fölvett. Az, hogy az ember ember, és elvállalni az emberi minőséget, elvállalni a karmát, és azon dolgozni, azt áttranszformálni, magunkat elfogadhatóvá tenni és ezáltal segíteni másoknak is. Ez egy nagyon nagy munka. Tehát ebben a mindennapi megnyilvánult életben az emberi kapcsolat a legnagyobb tréning. Nem is szoktuk néha szeretni. Hagyjá békén! Jó van, kész vacsorát? Nem! És reggelit itt? Az se! És akkor másnap reggel, ó, oh, ilyes vagyok! Tehát, érted, Tehát ez egy elképesztő libikóka, és annyira nem ismerjük se magunkat, se a másikat, hogy egyszerű belátás meglenne, hogy a másiknak mi jó és mi rossz, ez még egy nagyon hétköznapi dolog, akkor már rengeteget segíthetnénk rajta, hogy nem követek el olyat, ami rossz neki, és azt szépen óvatosan adagolom, ami jó neki, hogy ne legyen túl sok, meg túl kevés. Én megköszönöm mindenkinek a ma esti kitüntető figyelmet, a közös jelenlétet. Remélem, hogy a templomban is, és esetleg más. Meditációs teremben is együtt tudunk gyakorolni, tisztább tudattal távozni, felébredettebb életet élni, és megszabadítani minden lét a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!